kicsit megszenvedünk vele. Hát, öcsém, ezt kinyírtuk. Kicsit kinyírtuk, jaj, nem is fókuszálunk oda, jaj. Mondj egy fókusz. Adesszú. Hi, kinyírtuk. Na, hát nem akartam videóra venni, csak fotót csinálni, de most már megmutatom, hogy működik a safety bubble. Tehát a biztonsági buborékoltató, bugyogtató. Konkrétan. Itt bejön a gáz majd. Itt meg kimegy a gáz. Hát ez a fele megy majd a motor felé. Ez meg jön a vízbontótól. Majd a bálá. És akkor mutatom, hogy működik. Kicsit vicces lesz, de hát figyeljetek. Letekerjük a kupakot, a szorítót. Ezért hívják bugyborékoltatónak. Na, ennyi, ezt akartam mutatni. Alakulunk, mi pupos gyerek a prés alatt. Megjött a pedál. A gázpedál. Most hozta egy autószerelő egy órával ezelőtt talán. Fél órája. És... Na, ebbe a fókusz, nem baj. Ezt a pedált fogjuk ez az elektronikához illeszteni, amit tegnap csináltam. Kísérletezgettem ki. Rácsatlakozik a PWM-re majd. Tehát nyomod a pedált, a lábadda. Itt kijönnek feszültségértékek, amik hajtják ezt az elektronikát. Ez az elektronika pedig csatolja magát a pedált ehhez a kütyűhöz, ami a teljesítmény szabályozó. Na, ennyi. És akkor itt a safety bubbler. Reggel raktam össze. Reggel óta, hogy ezt kreáltuk. Hát szombaton is fúrogattuk őket, csak rossz fúrás módszert alkalmaztunk, meg rossz fúrószereket használtunk. Nem éreztük őket elégszer, így nem sikerült mindegyik tegnap előtt, de most befejeztem mind a 11 lemezt. Később megpucolom, becsiszolom, megpucolom őket. Újra jelölöm majd a kört, hogy hova jön a tömítőgyűrű. Tényleg hol is vannak. Itt vannak a tömítőgyűrűk. Egyébként 50 darab lemezünk van. Most a 11-et használok a próbagenerátorhoz. Így jönnek majd a gyűrűk, és akkor egymásra jönnek majd a lemezek. Így. Megint gyűrű, megint lemez. Tovább. Egy milliméter távolság kell legyen a lemezek között minimum. Egy másfél milliméter között. Na, jó, röviden ennyi. Ennyi. Most pedig a pedált fogom kísérletezni, csak épp ebéd szünet van, úgyhogy... Éten kettő, jó. Alakulunk, gyerekek. Tökézik. Oké, itt a pedál, hozzávaló elektronika, amit tegnap készítettünk, és a teljesítményszabályzó. Ezzel a kis kapcsolóval változtathatom, hogy itt szabályozok, vagy pedállal szabályozunk az elektronikán keresztül. Figyeljétek a teljesítményt, ahogy nyomom a pedált. A jobb felső sarokban most láthatjátok a lámpát, a fényt, ahogy változik. Nyomom a pedált. Úgy állítottam be, hogy optimális legyen a gázkeverés. Hogy nem ne lineárisan változzon a teljesítmény, hanem lenyomom kb. 40%-ig a pedált, és akkor kezd el változni a teljesítmény. És 80%-nál érzi el a teljes teljesítményt a gázfejlesztés. Tehát körülbelül 40-80%-ig.
változik a teljesítményünk. Úgy nézem, hogy körülbelül a lábafényből adó dolog olyan 30%-tól 100%-ig. Hát ennyi. Működik, hála jó Istennek. Segítsen a sok angyalka, és akkor mindig jó lesz. Mert ebből haszna van a világnak. Hogy nem füstölünk, ugye? Hogy nem füstölünk. Tehát ez egy gázpedál, autóba való gázpedál, talán így jobban látszik. Igen, ez egy gázpedál. Ennyi. Egy Bosch. Na, ennyi. Működik. Akkor az ez vigyázat, le? Ez pedig egy sintelen, ne? Lesz azt mondta, hogy köszi. Jók legyetek.